Alattyán Szolnoktól 34 kilométerre északra, Jászberénytől 13 kilométerre délkeletre, Jászapátitól délnyugatra, Azagyva balpartján a folyó egy kanyarulatában fekszik. Neve török eredetű személynévből ered. Itt van egy török név, amit úgysem fogok tudni kimondani. Jelentése minden esetre hős sólyom. Ha már itt tartunk, ha jól emlékszem, a törökök itt voltak egy hosszabb ideig, és ha valakik, akkor ők tényleg felfordulást rendeztek. Még egyelőre a jelenkor kutatói sem tudják, hogy kettő nap az évből ennek utózöngői lehetnek-e, vagy valami teljesen más. De miért? Mondjuk azért, mert kettő napig sírtunk a röhögéstől, ahogy a Horthy Gabi a focikupa meccseit közvetítette, azért. Igen, igen, ott volt több száz gyerek. Na meg persze, hát ez talán nem így kéne. Na, szóval voltak csajok is, akik a bőrrel játszottak. Igen, egy nagy hálós lukra lőttek. Hát még mielőtt jobban belemennék, volt női foci is. És képzelt, főztek is, nem csak a csajok, illetve ők is, de nem csak ők. Versenyre csinálták, nem időre, ízre. Tudod? Ízre. Ja, a futóverseny az is volt. Pedig futni akkor szoktam igazából, ha kergetnek, de ez most valamivel másabb volt. Bár egy csomó kigyúrt csávóval is találkoztam, így hát kezdtem megijedni. Aztán szóltak, hogy van erős emberverseny is. Megnyugodtam, de nem sokáig. Irány a bulisátor. Legyen buli bárhol. Két nap, két buli, és rengeteg ember. Tök jó csajok voltak. Azt hiszem. De Joko Retro meg Sterbinski, az tuti, hogy volt, mert azokat láttam a plakáton, meg állítólag ott is. Érted még? Tudsz követni? Szokjál hozzá, öcsém! Még durvább lesz. Állítólag én is ott voltam. Na, mindegy. Hagyjuk. Giron de Fest alattyán.